Lengyelországba fogunk ellátogatni Gordon István segítségével, akit nagy szeretettel köszöntök itt Skype-on keresztül. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is a szerkesztőségnek és a nézőknek egyaránt. Ugye azért gondoltam, hogy beszélgessünk, mert most téged kinevezlek üvegcsiszolónak, mert ugye eszembe jutott az, hogy elmentem gyerekkoromban a Vidámparkba, elvarázsolt kastély, belenéztem az egyik tükörbe, magas voltam és karcsú, belenéztem a másikba, alacsony voltam és kövér. Tehát mindig egy kicsit más szemmel néztem magamra, és azt hiszem, hogy Lengyelország tekintetében is ez van, zajlanak mindenféle események Lengyelországban, de mindenki más szemmel nézi. Most azt gondolom, hogy a te szemed azért az egy normális átlag tükröt tudsz tartani a nézők elé, úgyhogy kezdjünk neki, mondjuk beszélgessünk arról, mi történik a lengyel közmédiában, vagy a közmédiával, mert leginkább ezzel sokat foglalkoznak, hogy foglalkoztak a lapok, és ha jól tudom, mindenféle letartóztatások is történtek, úgyhogy kezdjük ezzel a két gyors témával. Tehát próbáljuk meg gyorsan. Hát megpróbálhatjuk gyorsan a tükröt is, meg ezt a két témát is. Hát ami a tükröt illeti, tényleg maximálisan igyekszem a kellő távolsággal objektíven megítélni a dolgokat, ami nagyon-nagyon nehéz, mert még a lengyel objektív szemlélők sem mondanak ugyanazt. Csak egy érdekességképét említem, hogy nekem a laptopom, amit most éppen látnak is a kedves nézők, meg te is, folyamatosan dobja föl a legfrissebb híreket a laptopom jobb oldalán. Na most volt egy ugyanabból a hírforrásból érkező, de két újságírótól, két abszolút elfogulatlan újságírótól érkező megjegyzés, és mit ad Isten, mind a kettő más volt, homlok egyenest ellentmondtak egymásnak, pedig mind a kettő az objektivitásra törekedett. Ez azt jelenti, és tulajdonképpen ebben a lengyel helyzetet jellemeztem, hogy óriási ellentmondás van. Problémák vannak a jogi értékeléssel, a helyzet olyan megítélésével, hogy kinek mi áll érdekében, de most akkor én in medias res belevágnék akkor abba a kettőbe, amit kérdeztél. Média. Tudjuk, hogy itt alaposan, fenekestül fel akarta forgatni Donald Tusk a közmédiát. Az volt az elképzelése, az volt a vágya és a terve, hogy egy abszolút objektív, minden oldalt egyformán bemutató, minden oldal számára folyamatos szereplést biztosít a köztelevízióban, ami tulajdonképpen egy köztelevíziónak vagy a közmédiának a feladata is. Hát nem akarok részletekbe belemenni, a lényeg az, hogy egyelőre folynak a, hát ezek nem csókos ütközetek, még ha itt akarjuk idézni, akkor sem, ezek nagyon kemény harcok, és olyan események történnek, amelyek hát nem válnak Lengyelország dicsőségére, és mindkét oldalnak megvannak a hibái, az elkövetett hibái, amely azt mondják, hogy tulajdonképpen mi csináljuk demokratikusan, hol van a szó szabadsága, kérdezi az a Kaczyński-féle párt, a Jog és Igazságosság pártja, amely lényegében 8 éven keresztül nem az igazságot döngölte földbe, hanem az ellenzéket döngölte földbe, és nagyon ritkán adott lehetőséget, hogy megszólaljanak. Ráadásul az járt jobban, aki nem ment be a köztévébe, mert jobban járt, ha nem ment be a köztévébe. Szóval el lehet képzelni, hogy milyen kellemetlen események voltak. Volt olyan, amikor a riporter állt föl, volt, amikor a riportalany állt föl. A lényeg az, hogy nem egyszer fordult elő, hogy a stúdió üres is maradt, mert mindenki fölállt és kivonult, és kint folytatták a hangosabbnál hangosabb vitákat. No, ez az egyik téma. A másik téma valóban a letartóztatás. Maradjunk egy letartóztatásnál, mert őrizetbevételek előfordulnak, de hát nem ez a lényeg, hanem ki ez a két miniszter, illetve miniszterhelyettes, mert két ember, ez a két ember pár héttel ezelőtt Lengyelország belügyminisztere, illetve belügyminiszter helyettese volt. Hogy mennyire cifra az ügy, és mennyire kibogozhatatlan. Gondoljunk bele,
hogy az első vád ellenük akkor nem ilyen posztot töltöttek be, hanem egy ellenőrző szerv, a korrupció ellenes bizottságnak volt az illető, aki most belügyminiszter, az elnöke és az elnök helyettese. Ezt a két embert 2007-ben, tehát igencsak régen vádolták meg, földmutyival, komoly dolgok történtek, de pontosan kibogozni ilyen ennyi távlatából a jelenlegi újságíróknak se sikerült, tehát végleg állást nem foglalnak. Már csak azért sem, mert az elítélésük, hát az igencsak hosszú időt vett igénybe, mert 2015-ben, amikor Andrzej Duda államfő lett, akkor az az érdekes dolog történt, hogy még be sem fejeződtek a tárgyalások, Andrzej Duda már kegyelmet adott nekik. Na most, mivel a Tusk kormány, amely ugye december 13-án lépett porondra a lengyel belpolitikában, mondta, hogy hát kérem szépen, itt a kegyelmi ítélet, az államfő kegyelmi ítélete az nem érvényes, hiszen nem volt befejezve a per, tehát az elsőfokú bíróság ítéletét, vagyis a két év szabadságvesztést, azt fogjuk életbe léptetni. Na most ez a téma jelen pillanatban Lengyelországban, a Kaczyński pártiak, a Jog és Igazságosság párt tagjai, illetve a volt miniszterek, miniszterhelyettesek, tehát a teljes vezetés és biztagság kiáll mellettük, ugyancsak két úriembert letartóztatták, őrizetbe vették, és börtönről börtönbe viszik őket. Ennek az értelmét nem tudom. Na most én megértem, hogy nagy a felháborodás, ugyanis nagyon rosszkor tette ezt a Tusk kormány, ezt a letartóztatást. Ugyanis. Igen, mert ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék kérdezni tőled, hogy két kérdés. Az egyik az, hogy ez a hangulat, ami így felizzani látszik, illetve nem látszik, valóban felizzik a hangulat, okozhat-e komolyabb belpolitikai feszültségeket? Néha még meg-meg lebegtetik a polgárháború kifejezést, ez is nagyon érdekelne, és oké, hogy mindenféle ellenérzéseket szültek a Tusk kormány első lépései, de ez miként jelenik meg a közvéleménykutatásokban? És ez a kettő szerintem szorosan összefügg. Közvéleménykutatás és ez az állítólagos polgárháborús hangulat. Polgárháborús hangulat. Hát szerencsére mi nem annyira ismerjük ezt a polgárháborús hangulatot, de talán esetleg nálunk is volt ilyen az elmúlt, mit tudom én, ebben az évszázadban azért már előfordult ilyen nálunk is. Ha jól emlékszem, akkor 2006-ban volt valami hasonló, de nem súlyosabb a helyzet szerintem Lengyelországban sem, és én nem érzem, hogy ott polgárháború lenne, mert ugyan a felek egymással nem tudnak kijönni, és nem tudnak megegyezni, gondolok itt a Tusk féle kormánypártra, és a most ellenzékbe szorult Jog és Igazságosság pártjára. Hát igen. Amit elkezdtem mondani, mindjárt befejezem azt a részt is, amit te kérdeztél, vagyis a hangulatra ez a jellemző, hogy itt követte el a hibát Donald Tusk, hogy szerintem, de lehet, hogy más szakértő, vagy más ember, aki értékeli ezt a jelenlegi lengyel helyzetet, másképp látja, december közepe táján, még az ünnepek előtt Kaczyńskiék egy nagy megmozdulást, egy nagy felvonulást, hát egy nagy tüntetést jelentettek be, nem Kaczyńskiék, maga Kaczyński jelentette be, hogy január 11-én a közmédia sárba tiprása, a szabad szó eltiprása miatt, ilyen nagyon kemény szavakkal mondta, erre a nagy tüntetésre került sor, a dátum fontos, január 2024, január 11-én a két miniszter, illetve miniszter helyettes letartóztatása január 9-én történt. Aha. Na most ekkor az izgalmak a tetőfokán voltak, és
egy olyan helyzet alakult ki, amikor az emberek már nem azért mentek el tüntetni, vagy csak részben mentek el azért tüntetni, hogy milyen atrocitások érik Lengyelországban a közmédiát, hanem a két ember kiszabadítása érdekében. Na most itt volt egy olyan számháború, amely számomra nevetséges, lengyelek számára kevésbé, csak a méretek miatt mondom, hogy a tüntetés szervezőinek az első bejelentkezése az volt, hogy ezrek gyülekeznek a lengyel parlament a Szejm épülete előtt. Kicsit később, nem tudom, jól akart viselkedni a fővárosi, Varsó, és kiadtak egy olyan közleményt, hogy 35-40 ezeren gyűltek össze. Majd jöttek a szervezők, és már 100 ezerről beszéltek. Egy óra múlva lettek 200 ezeren, a tüntetés befejezése után 300 ezeren, majd másnapi lapok, természetesen a Kaczyński-féle ellenzéki lapok, már félmilliós nagyságrendről számoltak be. Nem lehet, hát ebből derítse ki, a jó Isten se tudja kideríteni, hogy tulajdonképpen hányan lehettek. Egy biztos, megegyezni ebben a számban, hogy létszámban sohasem lehet, sohasem fognak. Én nagyon jól ismerem a terepet, tehát a Szejm előtt, hát tényleg nem férnek el annyian, és aztán sétáltak, egy 3,5 kilométeres távot tettek meg. Ismerem ennek a, végignéztem, ha nem is, bocsánat, nem végignéztem, de néztem a tüntetést, mert azért az hosszú ideggel tartott, több órás volt, de egyet ki kell jelenteni. És ez feltétlenül megszívlelendő. Talán emlékeznek a kedves nézők, hogy október 15-i választás előtt, két héttel volt egy hatalmas, akkori ellenzék, tehát Tuskék szerveztek egy tüntetést. 800 ezer, 1 milliós létszámot adtak meg, és ez be is ment a köztudatba. Nyár volt, ősz volt, de nyári nap, ez így kicsit ellenmondásos, de gyönyörű napsütéses nap volt, 25 fok körüli hőmérséklettel, vasárnap, tehát munkaszüneti nap. Az emberek egy jó programnak tartották összejönni barátilag. A Szejm előtt, most januárban, hát minuszok döngölték talajba az embert, előtte való napokban olyan hóesés volt, hogy Varsó alig tudott megmozdulni. Hideg volt, a szokásos lengyel szél fújt, tehát én megszorozom szívesen kettővel, vagy akár hárommal is azt a számot, mint amennyien voltak, mert akkor ítélhetjük meg normálisan. Na most ez a tüntetés, ez szerintem rossz időpontban történt, és még egy dolog történt, ami miatt fel vannak háborodva az emberek, és tüzelik a vezetők, Duda államfő is, ugyanis Duda államfő elnöki palotájában történt a letartóztatás. Ugye ez is egy vitás kérdés. A rendőrség bemehette az elnöki palotába? Nem mehet be az elnöki palotába. Miért mentek be akkor, amikor az elnök éppen távol tartózkodott? Szóval nagyon-nagyon sok próbálkoznak itt, de ami nagyon fontos, az a kérdés a közvéleménykutatások, csak egy mondat, mert látom az időnk azért elszaladt, jelentős mértékben csökkent a Kaczyński párt, a Jog és Igazságosság pártjának a népszerűsége, minimum egy 10%-kal, és hiába hajtanak arra, hogy legyen esetleg, hogy megbuktassák a kormányt, megbuktassák Donald Tuskot, egy új választás kiírása nem tenne jót a Jog és Igazságosság pártjának, mert lényegesen kevesebben szavaznának rá, tehát belebuknának ebbe az elképzelésbe. Hát igen, úgyhogy ennek fényében azt tudom mondani, hogy lesz még miről beszélgetnünk legközelebb is. Szerencsére vagy nem szerencsére Lengyelország ad témát nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre. Sokat segítettél szerintem a nézőknek is. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, most felvételről nézhetnek meg egy tegnap rögzített beszélgetést. Ezzel lesz vége már a pirkadatnak. Holnap Rajer Péter fogja köszönteni önöket. Velem legközelebb pénteken találkozhatnak a Pilpoolban, addig is a legjobbakat!